A vadállatok gyógyítása, az ismeretterjesztés és a szemléletformálás a legfőbb feladata a Sóstó Vadvédelmi Központ és Közösségi Háznak. Szombaton délelőtt adták át a létesítményt közönségnap keretében. Ennek is három része van legalább. Van egy új játszótér, aminek szerintem itt az Alsóvárosban és a Sóstóra érkező családok is nagyon-nagyon örülnek. Van egy közösségi tér, amit már birtokba is vettek az alsóvárosiak, és azt hiszem, hogy régóta vártak rá, hiszen nem volt olyan terük, ahol össze tudtak volna jönni. És most átadjuk ezt a központot tartalmi és szakmai értelemben egyaránt a működtetésre, és aztán arra is, hogy ez minden olyan célját be tudja tölteni, amiben gondolkodtunk. A vadvédelmi központban ellátják, gyógyítják a beérkező beteg sérült állatokat, különös tekintettel a védett és fokozottan védett emlős, hüllő és madárfajokra. Ehhez a legmodernebb orvostechnikai eszközökkel felszerelt műtők, kezelők és lábadozók állnak rendelkezésre. Ő nincs készhez szoktatva. Hogyha készhez lenne szoktatva, akkor így gömbbe jönne. De igazándiból, hogyha egy sűn kiveszünk, akkor így viselkedik, és közben puffog. A központban jelenleg ezt a tavaly ősszel betegen befogott, de már szépen gyógyuló sündisznót, egy cinegét és egy szánsérült, talpfekélyességgel küzdő rétisast kezelnek. Ez utóbbi egyet párját az egyik külső röbdében szintén megtekinthetjük. A kisebb méretűek, tehát amit már úgy az ember mondjuk így fel tud emelni így kézbe, egészen az icipicitől, mint mondjuk egy denevér, az itt tökéletesen gyógyítható, kezelhető, diagnosztizálható, szuper felbontású röntgenkészülék van, ami a nagyon nagy csontoktól kezdve az egészen pici denevért is jól át tudja világítani. Ez a két gólya is a vadvédelmi központban kapott menedéket. Egyikük a helytelen táplálás miatt deformált szárnyakkal él, a másiknak csak egy épp szárnya van. Mint egy másfél hete a dinnyési fertőről érkezett egy sérült nagy kócsag is, aki már szépen gyógyul. Ő lehet az első lakó, akit valószínűleg a jövő héten visszaengedhetnek a szabad természetbe. Ugye a legfontosabb az a mi feladatunkban, hogy ezeket a tevékenységeket, a mentési tevékenységeket összefogjuk. Tehát, hogyha valaki értesül sérült vagy bajban lévő állatról, akkor tudjon nekünk tájékoztatást adni, mert akkor, ha nem is mi fogunk tudni segíteni, akkor el fogjuk tudni irányítani a megfelelő helyre az illetőt. Tehát lesz egy ilyen elég nagy szakmai kapcsolattartási rendszerünk. A központ a hét minden napján reggel 8 és este 6 óra között fogadja a sérült állatokat, hüllőket, emlősöket és madarakat. Este 6 és reggel 8 között pedig az Alfavet állatkórházba lehet vinni az ellátásra szoruló egyedeket. Látogatás szempontjából a hétfő és kett szünnap, szerdától vasárnapig pedig reggel 10 és 17 óra között kereshetik fel a központot az érdeklődők.